Ácsereső polgármester átadta a város kulcsát Szekszárd diák alpolgármesterének, ezzel az ünnepélyes mozzanattal kezdődött a közgyűlés ülése. 40-nél is több ügy szerepelt a napirenden, köztük egy konzorciumi megállapodás jóváhagyása, mely több fejlesztés mellett magába foglalja az új elkerülő út tervezését is, de előbb le kellett mondaniuk a Kesélyűsi út szélesítésére és a kerékpárút kiépítésére korábban elnyert pályázati összegről. Ennek az új forrásnak köszönhetően, amellett, hogy meg fog épülni ez a Kesélyűsi út, továbbra is ez meg bemarad a projektben, emellett meg tudjuk belőle nyitni a Mátyás Király utcát, és legalább ennyire fontos, hogy az elkerülő útnak az első részét, egy körforgalmat, a tolnatájelet ki tudunk alakítani, és reméljük, hogy ezzel is felgyorsítjuk majd ezt a folyamatot, amelynek köszönhetően aztán a valós elkerülőt mielőtt meg fog épülni. Különösen a város déli részén szokott torlódni a forgalom hétköznapokon délután, ezt váltaná ki először az az út, mely a Tarcsai utcában található Barkácsáruház körforgalmát kötné össze a város keleti felével a Kesejűsi úttal. Az oda tervezendő körforgalmat tudja most megépíteni a város. Először az Obihoz, és utána pedig a város déli részéhez ki fog érni az elkerülőt, és akinek nincsen dolga a városban és az autópályáról lejön, annak nem kell a jövőben bejönni. A második ütem tehát már a Szőlőhegyi körforgalommal kötni össze a Kesejűsi utat, ezt drágítja, hogy az út keresztezni fogja a vasútvonalat. Ide semmiképp sem szeretne lámpás csomópontot építeni a város, ezért felüljárót is tervezni kell majd.